Köszöntöm nézőinket, önök Telena magazinunkat látják. Mutatom, mivel készültünk. Appel Szofer Ágnes, Tolna város polgármestere. Ismerjük meg a városvezetőt ember közelből. Első kiállítás megnyitó. Veresné Hárfa Janikó mutatta be alkotásait. A hideg időben a hidratálás fontos. Bőrápolási tanácsokat kaptunk. Appel Szofer Ágnes 2006 óta Tolna város alpolgármestere, 2014-től pedig polgármester. A következő percekben megismerhetjük a városvezetőt ember közelből. Én a 60-as évek végén, 69-ben születtem, és a szüleim fiatalok voltak, akkor kezdtek építkezni, miután én megszülettem, és sajnos egy elég komoly csípő problémával együtt születtem, és évekig kellett szinte hetente Pécsre járni a kórházba, ami nyilván egy építkezés mellett nagyon-nagyon megterhelő volt, főleg a 70-es évek elején. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy ez nem úgy történt, mint most, hogy beülünk az autóba, és az autópályán 50 perc, 60 perc alatt lent vagyunk Pécset, hanem hát akkor még busszal, vagy fogadott sofőrrel kellett menni. Én azt gondolom, hogy azóta is nagyon hálás vagyok a szüleimnek azért, hogy ezt megtették, és nyilván hálás vagyok azoknak az orvosoknak is, hogy ez szinte csodaszámba menő gyógyulás eredményeként ma teljesen tünetmentes vagyok, tehát nem kellett operálni, nem kellett semmi olyan beavatkozás, ami akár a mai napig semmi olyasmi nem volt, aminek nyoma lenne. De ennek az volt az ára, hogy én járógéppel jártam óvodába, testnevelésből részben felmondtam, vagy fel voltam mentve. De hát a kezdeti nehézségek azért mégiscsak egy egészséges létet biztosítottak számomra, úgyhogy semmiféle probléma nem volt a későbbiekben ebből. Aztán először, amikor megszülettem, a nagymamánál laktunk, és akkor 72-be költöztünk abba a házba, ahol gyakorlatilag a gyerekkoromat és a fiatal felnőtt koromat éltem. Ide jártam a általános iskolába. Ugye akkor, amikor általános iskolát kezdtem, szerintem alsó tagozatban még szombaton is kellett járni iskolába, aztán később minden második szombaton kellett járni iskolába, és aztán nyilván gyerekként nem éreztük azt a feszültséget, ami azért abban a rendszerben, a nagy szocializmusban itt Magyarországon volt, Tolnán sose volt, illetve a családunkban sose volt ez különösebben téma. És gimnáziumba, ide jártam a Tolnai Földvári Mihály gimnáziumba, ami a mai Penny helyén van. Úgyhogy amikor az ember ilyen régi képeket néz, vagy régi ismerősökkel találkozik, vagy osztálytalálkozón vesz részt, akkor már nem tud abba az épületbe menni, de azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül baj, mert hogy nem az épület a fontos, hanem az érzés a fontos, ami az ember a középiskolás évek alatt magába szívott, és amire szívesen emlékszik vissza. A gimnázium után én tanári pályára készültem. Szerencsére vagy szerencsétlenségemre nem lettem pedagógus. És én szerettem volna korábban zenével foglalkozni, de hát az akkori zeneiskola az azért nem olyan volt, mint a mostani zeneiskola. Tehát örömmel klarinétoztam én az úttörőzenekarba, de hát az úttörőzenekarba zenélni általános iskolásként, meg gimisként nem az volt, mint ma a Tolna ifjúsági fúvószenekarba zenélni. Tehát akkor ugyan egy nagyon jó hangulatú csapat volt már akkor is, de sem a lehetőségek, sem a tehetségek gondozása azért egyáltalán nem arról szólt, mint a mai világban, hiszen látjuk, hogy milyen remek együttes lett abból kinőve, az ifjúsági fúvószenekar. És aztán Szombathelyre kerültem egy művészeti menedzserképzőbe, ott többek között kiállításrendezést tanultam. Érdekes, hogy
Tehát a vizsgakiállításomon kívül nem rendeztem kiállítást. Egy nagyon-nagyon aranyos kiállítás megnyitó volt. Ma is fotóznak egyébként azok a fotósok, akiknek a kiállítását rendeztem a Muzsi Művelődési Házba, és egy nagyon jó hangulatú rendezvény volt, de aztán ez így megszakadt. Amikor a tanulmányaimnak vége szakadt, akkor belecsöppentem a politikába. Tehát Eszter születése után a megyei, hát akkor humán szolgáltató központnak hívták, egy megyei intézmény, egy integrált intézménybe kerültem, ahol a turisztikai irodában dolgoztam, és azon keresztül jártunk a budapesti, hát most már gazdasági főiskolának a kereskedelmi és idegenforgalmi karára. És aztán az az iroda megszűnt, gyakorlatilag ott ilyen turisztikai marketing tevékenységet folytattunk, kiadványokat készítettünk, és a megyét próbáltuk a kiadványokon keresztül bemutatni különböző utazási bőrzéken, Magyarországon is, külföldön is. És aztán 2006-ban csöppentem bele a politikába, akkor indultam el az önkormányzati választásokon, és ugye ősszel, még mielőtt Gergő fiam megszületett, néhány hónappal a képviselő lettem, és a képviselőtestület alpolgármesterre is választott. Gyakorlatilag egészen a polgármester úr haláláig alpolgármesterként dolgoztam, illetve utána még fél évig, mert ugye ő a ciklus vége előtt halt meg, és akkor adódott ez a lehetőség, hogy polgármesterként megmérettessem magam. Voltam, amikor a polgármester úr meghalt, és ott órákig ott álltam, ez egy kedd délután este volt, és nem tudtam, hogy mi fog történni másnap. Tehát, hogy nyilván az is tragédia, hogyha egy jó barát, egy jó ismerős meghal, de hát azért azt tudtam, hogy én fogom helyettesíteni fél évig, mert ugye időközi választásokat már az idő rövidsége miatt nem írtak ki. Októberben voltak utána az önkormányzati választások, de azért más második embernek lenni, meg más első embernek lenni. Talán ilyen kétségbeeső érzés volt ez számomra. Tehát én úgy emlékszem erre, hogy éjszakákat nem aludtam, és nem tudtam elképzelni, hogy mi fog történni. Nyilván a hivatal mellettem az azért nagyon sokat segített, tehát azért egy támogató munkaközösség, az nagyon-nagyon sokat számít. És szerencsére a képviselőtestület is teljesen együttműködő volt, tehát attól a perctől kezdve mondhatom, hogy nem voltak politikai viták egészen a mai napig. Én azt gondolom, hogy büszke lehetek arra, hogy a majdnem 10 év, ami azóta eltelt, az úgymond békében telt el. Nem is tudtam volna máshogy csinálni. Hát alapvetően én azt szeretem, hogyha rend van körülöttem, és azt szeretem, hogyha béke van körülöttem, és ez a kettő nyilván összefügg nagyon. És ezért is nagyon fontos számomra, hogy otthon is rend és béke van. És itt most nem arról beszélek, hogy mindig minden a polcon, a helyén van, amikor hazamegyek, hanem arról beszélek, hogy alapvetően a családi életem az egy nagyon-nagyon megnyugtató környezet. Tehát oda jó hazamenni, jó otthon lenni, jó a családdal elmenni, és szükség is van, én azt gondolom, hogy nem csak polgármesterként, hanem minden embernek szüksége volna, vagy szüksége van arra, hogy legyen egy olyan hely, ahol kiengedhet, ahol támogatják, ahol segítik, és ahol ő is támogatja és segíti a többieket. Mert azért azt se felejtsük el, hogy attól, hogy én polgármester vagyok, attól otthon én feleség és anya vagyok. Tehát nem már az elején többször rám szólt, főleg a lányom, hogy anya, itthon nem polgármester vagy. De azért nagyon-nagyon igyekszem, hogy otthon tényleg ne én mondjam meg, hogy mi történjen, és azt gondolom, hogy ez sikerült is. Egyre jobban úgy érzem, hogy az elmúlt
9,5-10 évben polgármesterként, és előtte 8 évig alpolgármesterként megtettem azt, amit meg tudtam tenni. És azt gondolom, hogy már nincs bennem az a tűz és az a lendület, ami 2006-ban vagy 2014-ben volt. Úgyhogy én úgy tervezem, hogy nem indulok többet, sem polgármesterként, sem képviselőként. És ez részben azért, mert a békét és a nyugalmat szeretem magam körül, részben pedig azért, mert talán most még van lehetőségem arra, hogy valami másban próbáljam ki magam. És én úgy érzem, hogy ezt fogom tenni. Nekem már vannak terveim, és úgy érzem, hogy a családom is ebben támogat, úgyhogy mindig szerettem az új kihívásokat, és talán ezért is kezdtem a politikába. Tehát én nagyon sok mindent kipróbáltam, de talán most még van idő, meg lehetőség arra, meg esetleg tehetség is, hogy valamit még kipróbáljak. Büszke vagyok arra, hogy itt ülünk ebbe a gyönyörű terembe, hogy ez is már akkor lett ilyen, amióta én polgármester vagyok. Büszke vagyok a volt huszárlaktanyára, az épületegyüttesekre, a Dunapartra, az idősek ellátására. Tehát, hogy alapvetően büszke vagyok, de még egyszer mondom, nem gondolom, hogy ez csak az én érdemem lenne. Sose éreztem magam sehol otthon, csak itt Tolnán. Tehát nem gondolom, hogy máshol szeretnék élni, de hozza úgy az élet, hogy az ember kényszerűségből elhagyja a szülővárosát, szülőfaluját. Hát lehetőség szerint én nem szeretném ezt. Tehát én szeretnék itt élni életem végéig a városban. Most rövid reklám következik, maradjanak velünk! Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbófokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Ha vasáru, akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horganyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, aratos és varrat nélküli csövek, bordás betonacélok, HD-hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatása gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha vasáru, akkor Baja és Fia vasútvar Tolnán, a volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215. Folytatjuk is a Telena magazint. Január 12-én nyílt meg Veresné Hárfai Aranka első festmény kiállítása a Tolnai Magházban. Az óvónőként dolgozó alkotó elsősorban olajfestéket visz vászonra, illetve farostra, de ismerkedik más technikákkal is.
Magház kiállító termének falai megteltek veresni hárfai Aranka vibráló színekben bővelkedő festményeivel. A rendezvényt az alkotó kollégája németné Szűcs Melitta nyitotta meg, és Molnár Ferenc Regő saját zongora darabjával gazdagította az ünnepséget. 5 éve intenzívebben tölti be mindennapjait a festés, elsősorban saját maga kikapcsolódása céljából. 2018-ban kezdtem komolyabban foglalkozni a festéssel, ott tagja lettem egy ilyen amatőr művész egyesületnek, és az ott lévő tagok, akik már egy kicsit előrébb voltak ebbe az amatőr festői világban, sokat segítettek nekem ebben, illetve itt a bevezető beszédemben is elmondtam, hogy az a jó, hogy most nagyon sokan festenek így hobbi szinten, és rengeteg eszköz áll a rendelkezésünkre, úgy mint YouTube videók, ilyen oktató videók, akkor festőtáborok, élményfestőnapok, és akkor ezekből nagyon hamar el lehet jutni egy olyan szintre, hogy elég elfogadható képeket tudunk festeni. Az első technika, mellyel ismerkedni kezdett, az az olajfestés. De újabb célul tűzte ki a színtiszta pigment, porpasztel módját helyesen papírra vinni, osztotta meg velünk az alkotó. Vászonra festett, illetve faros lemezre festett olajképek, illetve a porpasztel technikát is szeretem, és azzal is foglalkozok. Az még egy újabb szerelmem, még annyi képet abból nem csináltam, de az is nagyon érdekel, és a jövőben majd többet szeretnék azzal is foglalkozni. A kiállító terem falain találkozhat a szemlélő nyári tengerparti hangulattal, tájképpel, fantasy hősökkel, női portrékkal, csendélettel, téli hangulattal és állatportrékkal. A fiaimmal nagy fantasy rajongók vagyunk, és akkor amiről éppen olvassunk, azt ajánljuk is egymásnak, és akkor azokból egy-kettőt már lefestettem. Az alkotó kérdésünkre azt is elmondta, hogy alapvetően az motiválja, ha lát egy számára szép képet vagy fotót, majd azt vászonra vagy farostra megfesti. Embereket annyira nem festek, mert szerintem az nagyon nehéz, azzal tényleg külön kéne foglalkozni és tanulni, mert egy emberi arcnál főleg, hogy hasonlítson is mondjuk a modellre, ahhoz nagyon precízen és nagyon komolyan el kell vele kezdeni foglalkozni, és nekem arra nincs időm. Nekem ez inkább egy ilyen ellazulás, feltöltődés. Már nem szeretnék annyira aprólékosan, meg koncentrálós dolgokat. Minden évszakban általában festek egy adott évszakra jellemző képet, akkor nagyon szeretem az állatokat. Egy fényképen meglátok valamilyen olyan nagyon kedves, vagy szép, vagy valamilyen állatot, az is megfog. Tehát az, ami tetszik, azt festem le, semmilyen külső inger nem szokott befolyásolni. Veresni hárfai Aranka számára a szépséget a színek jelentik, ami a kiállítás szemlélőnek azonnal szembe is tűnik. Más technikákkal is szeretne majd ismerkedni, amint azon a képzettségi szinten lesz. Nagyon szeretem a színeket, szeretem a kontrasztokat is. Egyébként az ilyen absztrakt alkotásokat is szeretem, de én abban még nem próbáltam ki magam. Még az vissza van. Még ez az egész mindenféle festési technikát is próbálgatok, a nagyon aprólékostól kezdve, de ahhoz nincs türelmem, arra már rájöttem, az ilyen elnagyoltabb ecsetvonásokig. Azt meg akkor nem látom, hogy adja ki az egészet, úgyhogy kb. Ott a középút az én utam. Kérdésünkre elmondta az alkotó, hogy általában az a kép a kedvence, amelyiken dolgozik. De itt a kiállításon nemrég elvesztett, családtagjaként szeretett kutyájáról készített kép áll legközelebb a szívéhez. Sajnos nemrégiben halt meg a 12 éves labradorunk, ami a gyerekeknek is, akik most már felnőttek, az egész gyerekkorukat végigkísérte, vagy nem ami, hanem aki, a Lucike, és az ő emlékére festettem ezt a képet. Van egy huskink is, ők ketten voltak így jó barátok, és akkor őket festettem le ilyen búcsúképnek.
Veresni Hárfai Aranka megosztotta velünk azt is, hogy legnagyobb támogatói fiai így nem csak maga miatt szokott nekiállni alkotni, hanem családtagjai kérésére is örömmel visz színt a vászonra, és azzal az ő életüket is színesíti. Az egyik itt is van most a barátnőjével, és ő is segített így a kiállítás megszervezésében. Másik fiam sajnos munkahelyi elfoglaltságok miatt nem tudott ma megjelenni. De nagyon támogatnak, és büszkék rám, meg szeretik a képeket, meg szokták is mondani, hogy nekik éppen mit kellene megfestenem. Akit érdekel a sokszínű és változatos témájú kiállítás, február 6-áig megtekintheti a Magház kiállító termében. Télen a hideg hőmérséklet és a száraz levegő igénybe veheti a bőrt és a hajat. Érdemes szakemberek tanácsait követni, hogy egészséges és ápolt maradjon a külsőnk. A bőr a legnagyobb szervünk, és ahhoz, hogy kellő védelmi funkcióját elvégezze, minden évszakban szükséges megfelelően ápolni. Télen csökken a fagyúmirigyek termelése és a bőr nedvesség tartalma. Dr. Bajor Klára elmondta, hogy ő személy szerint olajos tusfürdőket használ ilyenkor, és naponta többször krémezi az arcát. A probléma nem ott van, hogy sokat hallunk és sokat olvasunk róla, hanem a probléma az, hogy nem mindenki tartja be ezeket a szabályokat, amit minden nap olvasunk és minden nap hallunk. Ezért érdemes talán megkérdezni a bőrgyógyászt, és elmondani a bőrgyógyásznak a véleményét, mert hogyha csak néhány ember megfogadja, amit mi elmondunk, amit már ugyan számtalanszor olvasott, csak éppen nem csinált, most új év van, hát ha január 1-én, úgy dönt a kedves beteg, hogy most pedig megfogadja azt, amit a bőrgyógyász mondott, vagy amit olvasott, és akkor biztos, hogy jobb lesz a bőre egészen tavaszig, és nem lesz annyi problémája. A fürdési szokásokon is érdemes ilyenkor változtatni, mondta el nekünk a bőrgyógyász. A nagyon sok kádban ülés nem jó, még akkor sem, hogyha valaki csak tiszta vízbe ül be, mert maga a víz is szárít. Tehát a meleg vízbe valaki sokat ül, és egyébként is száraz a bőre, az tovább fog romlani. Ha még beletesz valami ilyen habfürdét, vagy valami hasonlót, ami még illatosított, akkor ne várja azt, hogy a bőre javulni fog, pont fordítva romlani fog. Mégis mit szoktunk javasolni? Azt szoktuk javasolni, hogy persze ilyen hidegben az ember nem tilt el senkit sem a jó kis meleg víztől, de mi azt szoktuk javasolni, hogy hetente egyszer vagy kétszer üljünk kádba, egyébként meg egy gyors zuhany. A doktornő kitért a hidegben való réteges öltözködés fontosságára is. Nagyon-nagyon fontos téli időszakban a megfelelő öltözködés rétegesen. Ez az egyik, főként amikor ilyen hideg van, mint most. A másik dolog, alul mindig pamut legyen, felnőttön, gyereken egyaránt. Föl szabad venni egy műanyag, műszálas pulóvert, kardigánt, bármit, de a testtel, ha egymód van rá, ez az alsó nemre is vonatkozik, felső nemre is vonatkozik, és az oknira is vonatkozik. Ha egymód van rá, akkor mindig tiszta pamutot vegyünk föl. A lábbal kapcsolatban arra figyeljenek, hogy a gyerek hazamegy, azonnal tegye le a sportcipőt, mert ugye még télen is sportcipőbe járnak a gyerekek, hiába gondoljuk azt, hogy fölveszik a csizmát, meg átveszik a váltócipőt, nem veszik át a váltócipót, és a sportcipőbe maradnak. Belefüllett, beleizzad a lábuk, tehát amikor hazamennek, azonnal cipőt váltani, ez egy nagyon fontos kérdés, figyelni arra, hogy a gyereknek a lába tudjon szellőzni, és természetesen, ezt nem mondtam külön, a fürdés, zuhanyozás után jól kitörölgetni a lábujjakat, mert különben, ha ilyen nedves, nyírkos marad, fölveszi a zárt cipőt a gyerek, akkor nagyobb a gombásodás veszélye. Az arc bőre van ilyenkor a leginkább kitéve a hideg, illetve a fűtés szárító hatásának. Az arcbőr az ugyanolyan kényes, mint a testnek a többi része, talán még kényesebb, mert ugye sokkal jobban ki van téve az időjárás nehézségeinek. Tehát ha fúj a szél, ha esik a hó, ha nagyon hideg van kint, az arcbőr még rosszabb. Azt tudom tanácsolni, aki szívesen megy, ilyenkor érdemesebb télen elmenni a kozmetikushoz. Miért érdemes? Mert egyrészt nem is az, hogy kitisztítja az arcbőrt, hanem az egy picit megmasszírozza egy kis hidratáló, ápoló krémmel, bekenegeti az arcot, ami én azt gondolom, természetesen olyan gyakran, de jót tesz, és mindenképpen érdemes megpróbálni. Illetve itt ugyanaz a helyzet, mint a testnél, hogy jó minőségű hidratáló krémet kell keresni, és azzal kenni az arcot. Sminket is szabad használni, egy vékony réteg
krémpúder is védi szerintem az arcot, de mindenképpen a kenés talán még sokkal fontosabb, mint nyáron, mert nyáron általában zsírosabb az arcbőr is, ilyenkor télen viszont annyira száraz, hogy én még azt is szoktam javasolni, és mondom mindig a betegeknek, hogy nem is kell megmosni minden alkalommal, de amikor érzi napközben, hogy nagyon száraz a bőr, akkor egy kis szérummal, vagy egy hidratáló, vagy valamivel kenje be, főként, hogyha nincs rajta smink. A korpás hajas fejbőrünk otthon kezelhető, viszont a szeboreás tünetekkel már szakemberhez kell fordulni. Télen nagyon gyakoriak a szeboreás bőrgyulladások. Az arcon is jelentkezik, általában az orr körül két oldalt, a hajas fejbőr és a homlok határán, a szemöldök mellett. Tehát az arcon is piros foltok vannak, ezt már bőrgyógyász vagy körzeti orvosnak kell erre kenőcsöt írni, mert ezt már nem tudják uralni csak ilyen kozmetikumokkal. Viszont sokkal gyakoribb a korpásodás, a korpás probléma. A korpás hajra ugyanazt tudom elmondani, mint a krémekre meg a testápolókra. Télen érdemes gyógyszertárba bemenni, 10 fajta korpásodás gátló sampont lehet kapni, egyik jobb, mint a másik. Egy nagyon fontos dolog van, amire minden betegnek, aki ilyen panaszsal jön, fölhívom a figyelmét, mégpedig az, hogy a samponokat váltogatni kell. Miért? Nagyon érdekes, de ezt a beteg maga elmondja, hogy egy hónapig használtam, olyan jó volt, utána megint nem segített. Ezért javasoljuk, hogy a samponokat nem kell kidobni, csak félretenni. Másikat használni, az megint egy hónapig jó, vissza lehet térni az elsőre. Ma már egyszerű dolgunk van, hiszen széles a kínálat mindenféle ápoló termék tekintetében, melyen megelőzhető sokféle bőrbetegség. Fiatalkoromban nem, bevallom, hát nem is voltak ilyen dolgok, úgyhogy amikor én olyan idős voltam, mint ön, akkor ezekhez nem is fértünk hozzá, mert ilyen nem létezett, csak ilyen illatosított szappanok, meg ilyesmik voltak, még tusfürdő se volt talán. De hát most már azért érdemes odafigyelni, minél kevesebb illatosított dolgot használni. Ezek a gyógyszertárban kapható tusfürdők, testápolók, krémek, ezek rendkívül jók. A tolnai származású orvosnő szerint ne csak külsőleg, hanem belsőleg is hidratáljunk, mert így teljes a védelem, és szerinte minden korosztálynak erre fontos lenne odafigyelnie. Már 80 éves öregasszony, egy sima testápolóval. Ha gyerekektől kapok valamit, akkor azzal, de hogy milyen gyógynövényes, azt én nem tudom. Kérdésünkre, hogy mivel ápolják a bőrüket, válaszoltak a tolnai hölgyek. Fú, hát én csak szappanna meg vízzel. Veszek valami olyan krémet, amit javasolnak. Érdemes a doktornő tanácsait megfogadni és alkalmazni, a fényvédő krémeket pedig március elejétől ráérünk használni idehaza. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!